Az Újpest és a Ferencváros összecsapása még a másodosztályban is külön figyelmet követel magának. Mini derbi első alkalommal a Szusza Ferenc stadionban. Az Újpest és a Ferencváros második csapata még soha nem találkozott egymással az NB2-ben, ám már a bevonulásnál érezhető volt, a lilák és a zöldek is rangadóra készülnek. A találkozót az Újpest felnőtt csapata is megtekintette, Kabát Péter és társai azonban nem repestek az örömtől, amikor a 16. percben Nyilasi Bálint góljával megszerezte a vezetést az ősi rivális Ferencváros. A fordulás után folytatódott a meglehetősen pontatlan, ám kétségkívül lendületes és harcias játék, amely ha nem is nyerte el Jos Darden és Ricardo Moniz tetszését, a két holland vezetőedző fontos tapasztalatokat szerzett a második számú csapatokról. Az Újpest kisebb helyzetekig jutott, az FTC azonban a 84. percben begyötörte a második gólt is. Gárdos András találata megnyugtatóvá tette a vendégek előnyét. A lefújás előtt Rubus Tamás szépített, az első miniderbin Újpest B, Ferencváros 2, 1-2.